Forró töltött káposztát osztottak a feltámadás ünnepe alkalmából a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyek karitatív szervezetei a rászorulóknak. Az akció Szatmán Németi szegény negyedeiben zajlott, a Karitás szervezet és a Máltai Segélyszolgálat önkéntesei és szociális dolgozói a nehézsorsúak lakhelyéhez közel adták át a melegítelt. Érkezik a Szatmári Egyházmegyei Karitás szervezet autója az egyik szegény telepre. Az itt élők sietve jöttek a kocsihoz, hogy töltött káposztát kaphassanak. Nagyon jó, jó. higgye meg, hogy egy darab kenyerem nincs a házba. Egy darab kenyerem nincsen. Az egyházi jótékonysági intézmény a nagy ünnepek előtt mindig gondoskodik ezekről a rászorulókról. Az ételosztási akciót egy felmérés előzi meg. Szociális munkások feltérképezik a környéken, hány adagra lesz majd szükség. Körülbelül olyan 500 darab töltött káposztát készítettek, <coughs> Amiből olyan 300-250 adagot tudunk kiszállítani az idéglenes lakhelyen tartózkodó, rászoruló szegény családoknak. Hát sok fele, ahogy látjuk és ahogy nézzük, ez a husvéti ünnepre a kis étel, amit tudunk nekik most biztosítani. Ebben a szegény negyedben már a Máltai segélyszolgálat munkatársai és önkéntesei lepték megtöltött káposztával a hátrányos helyzetű embereket. Ők most közel 3000 darabot főztek erre az alkalomra. Célunk az, hogy így ünnepek előtt egy kis meleg ételhez jussanak a rászorulók, mert ugye nem mindenkinek van lehetősége főzni. Tehát, ha mi hoznánk de, ö, alapvető élelmiszert, az segít, de nem mindenkinek. Illetve nem tudunk annyit adni, hogy mindenkinek jusson, de így a töltött káposztával három darabot adunk per fő átlag, és akkor így mindenkinek jut. A felmérések szerint Szatmár németiben közel 7000 ember él szegénységben, sokan közülük nem jutnak rendszeresen tápláló ételhez sem.